Úgy, sziasztok, a nevem Jerikó, ez pedig egy újabb World of Tanks konzolos bemutató, a mai kiszemelt áldozat nem más, mint egy Tier 6-os mercenaries Lightank, a Stinger. Annak idején én a mercenariságról nagyon sok tankot behúztam a garázsomba, viszont soha nem játszottam velük, ott várják azt a napot, majd mikor előveszem, na a Stinger is egy ilyen. Annó megcsináltam a küldetést, bekerült a garázsba, és ma elővettem a pálya Malinovka. Ennek nagyon örülünk, mivel Lightankkal fogunk játszani, viszont van egy hátulütője a dolognak, hogy ezt a Stingert is sújtja az MM, tehát csak nagy tierrel rakja össze. Mint jelen esetben is 8-osok ellen fogunk játszani. Kire kell odafigyelni, két artára, két lightra mindenféleképpen, plusz ugye a 8-osok, mint stoka, de meg ilyenek lesznek. Mint látható, csak prémium lőszer van bent, APC-r azért, mert lightok vagyunk, menet közben lövünk, ez száll gyorsan, és minél gyorsabban száll, annál valószínűbb, hogy menet közben is pontosabban tudunk majd vele lőni. A másik dolog, hogy hát, mint mondtam, csak nagy tierbe rakja be, ezért kell az átütés is. Az alaplőszerünk AP, ennek az átütése 120 mm, a prémium lőszerünk APC-r, amit használunk, ennek 160, ez se sok. Nos, berohanunk középre, megpróbálunk felderíteni, LTG érkezik, remélhetőleg nem húz fel. Biztonság kedvéért becéloztuk, próbálunk nem nagyon mozgolódni. Természetesen felhúzott, viszont a csapat életképes, mert meglőtték, nem sok HP-ja maradt. Ez az én vesztem, mert vérszemet kaptam, és megpróbálom kiszedni, hogy olyan kis HP-val ne vergődjön. Erre lebuktatom saját magam, semmi baj. Akkor próbálunk lőni is egy kicsit. Láthatóan nagyon pontosak vagyunk, és nagyon jól száll a prémium lőszer. Ezért is kell használni ebbe az APC-et. 65 km-re képes hasítani, mert azt mondom, hogy hát nem rossz. 370 méteres alaplátótávban mindenféleképpen rá kell dolgozni, de ugye light tankhoz képest ez nem olyan jó. 600 HP-nk van kereken. Hát ez saját tierben is karcsú, tier 80 végképp, ha jól eltalálnak, akkor gyorsan garázsba lehet jutni. Ugye azt szoktam mondani, a HP-m duplája, az 1200 plusz 2 kill, tehát megvan, miért küzdünk. Úgymond soha nem szoktam elfelejteni. Kívülök ide a pusztára, megpróbálok mobilitásból hasznot húzni és villantani. Van már 751 asszisztom. Jó, sikerült is ki a KV85-öt kiszúrni, szépen csipegetjük. Nagyon jó a lőszer, nagyon pontos az ágyú is. Ugye csak 115-ökkel csipegetünk, viszont veszed, gyorsan töltünk. És mint mondtam, nagyon pontosak vagyunk. Pontosságra 0,4-et ér, létezhetetlen, tehát halálpontosak vagyunk, főleg ha azt nézzük, hogy 1,9-es szűküléssel menet közben is simán szét tudunk szedni bárkit. Kicsit ilyen hátsó tornyosak vagyunk, tehát ez nem gáz. Nos, LTG, az elvaratlan szál. Figy fene mellé lőttem, semmi baj, pont bele fog kanyarodni, így van. Tökéletesen lehet használni lőszert és az ágyút és ezt a mobilitást. Most már rohangászok itt, mert azért itt van egy karó, P88. Plusz kiszúrtam ott egy TD-t, már is nincs kedvem ráugrani az olasz nehéz tankra, hogy TD azt beszupportálná. De ahogy látom, az artink azért csipegetét, legalábbis itt bombázza a palatetőt. Úgyhogy amit el tudnék mondani, hogy ez is egy kellemes meglepetés, mert elég jó mobilitásunk van, az ágyunk nagyon pontos, ha a prémium lőszert használjuk, akkor meg ráadásul nagyon gyorsan, nagy távolságból is el tudunk lőni bárkit. Úgyhogy nagyon korrekt darab. És próbálok itt középen bejönni, hogy a zartákat felvillantsam, viszont nem sikerül. A karó meg a haverja kijöttek ide a szélre, úgyhogy ez zord, ez itt nem játszik. Most valakinek sikerült sebezni, mert már is 1163 asszisztom van, 566 sebzéssel, ez még nagyon nem sok. Úgyhogy teszek egy tiszteletkört, utána majd csak, amikor ilyen
felére csökken a brigád, mármint az enemitől, akkor érdemes ráugrani. Itt megpróbálunk menet közben lőni. Ez ugye maga terepviszony véget se jöhet össze. Így viszont bármit eltalál. Arti megpróbált kiszedni, ezt nem felejtjük el. Lejövünk ide az aljba, tehát itt úgyis be van fogyva a tó, és ott végigmegyünk, hát ha másik felén felvillantjuk a két artát. Igazság szerint azt terveztem, hogy felvillantom, és akkor mi artánk kiszedi az ő artájukon kb. És akkor ebből is profitálok egy kicsit, de mint mondtam, nagyon, nagyon tetszik ez is, kellemes, kellemes játék. Jó, hát itt nagyon nem tudunk felmenni, az igazság. És viszont mivel fel vagyunk húzva, ezért mozgatni is kell, mivel a két arti bármikor bezsákolhat ide egy lasztit, aminek nem nagyon örülünk, vagy örülnénk. Jó, karó az éppen tolatni próbál, tolatva beállni. Hát elcsipegetem, maradjunk annyiba. Hát más is egy Ragnarök kiszedte. Itt mondtam, azért erős ez a 8-as tier, egy kicsit észre kell. Még van valahol egy TD, itt őrizte az épületeket, viszont kiszúrtam az artát, és menet közben automatáról simán eltalálta. Ó, oh, megvan. Megvan Béla. Már is elkezdtük csipegetni a TS5-öt. Ez így jó, mert pont hasonló át nekem, és ráadásul annyira nem is úgy elsüllyesztél, hogy most új pozíciót kelljen felvennem, ezért csak csipegetem. Ugye nem lehet elvérezni ettől, hogy most ekkorát belecsípek, viszont azért ezt elég gyorsan csinálom, és idő után lefárasz az embert. Maradt még egy arti, meg egy nehéz tank, arti megpróbál ő is. Nem tudom, ma mindenki lükvercel. Hát sikerült is. Hát ez is egy gyors csata volt, viszont, mint mondtam, ezek ilyen bemelegítő, hogy ismerkedő körök. Győztes csata lett, kellemes meglepetés. 3 frag, 2115 sebzés, és 8-as közegben. Nem véletlen kerültem oda. Hát egy kicsit minuszoltunk, de mint mondtam, ez még csak ilyen ismerkedő kör, hogy mégis mit tud, meg hát 8-asok elleni alapból betöltöm, akkor is a minuszol a prémium lőszert. Hát meglett a tankmester, úgyhogy ennek nagyon örülök. Van egy cappuccino az artáért, egy tankmester, egy sharpshooter, egy zúzó, egy spotter, meg egy fire for effect. Csapatmunka, mint mondtam, mi nagyon kis halak voltunk ebbe a vízbe, ettől függetlenül és sikerült majd 1500-at asszisztálni, 2115 sebzéssel plusz 3 freggel, és mint mondtam, itt 8-asok voltak, úgyhogy ez a Stinger is egy kellemes gép. Én bátran merem ajánlani. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!